Egyik próbán 2004 végén fölvetettem azt, hogy hát járjuk a világot. Tényleg, amit el lehet képzelni, mindenhol voltunk, nagy koncerttermekben, nagy fesztiválokon, Franciaországtól Amerikáig, vagy Ausztráliától Japánig, mindenhol. És fölvetettem azt, hogy hát jó, hogy elvisszük a hírét a nagyszerű magyar muzsikának, az igazi népzenének, és ez nagyon tetszik is mindenfelé. Na de idehaza kellene többet koncertezni, és el kéne vinni az iskolákba. Mert ugye az énektanároknak elég nehéz a helyzete, mert egyetlen egy énekóra van egy héten általában. Hát úgy nehéz belepréselni mindent. Na, de ha elmennénk egy iskolába mondjuk egyszer hangszerekkel, nagy apparátussal, avval a rutinnal, ami nekünk van, akkor talán tudnánk olyat mutatni, ami segíteni az énektanítást is, és a gyerekeknek a figyelmét is ráirányítaná erre a nagyon értékes hagyományra. Bonónál, aki egy fakeretre fölfeszített köteg lószűrőt, amit aztán gyantával, azaz a fenyő nedvével tesznek tapadóssá, hogy ne csúszom, az, amíg mozog, a húron, addig folyamatosan zeng a húr. Egyszer egy koncertünk után odajött hozzám egy ilyen fiatalos férfiú, beszélgettünk, és amikor erről meséltem neki, fölcsillant a szeme, és azt mondta, hogy hát ez nagyon érdekes, el kéne vinni az országba mindenfelé. Mondtuk, hát igen, de hát ezt ingyen vállaltuk föl. Na, akkor én adok egy névjegyet, meg ráírok még egy telefonszámot, ezt hívjátok föl, majd lesz valami. És így is lett, mert ő volt a nagy hazai olajipari vállalatnak a vezérigazgatója, és valóban össze is jött egy ilyen támogatási, barátságos kapcsolat. Azóta rendszeresen tudunk járni az országban mindenfelé, tényleg a déli határtól az északig, vagy keletről nyugatra, és így jutottunk el most ide, Dunabogdányba, az általános két tannyelvű általános iskolába. A gyerekek nagy örömmel nézték, figyeltek rá, nagyon jó, nagyon jól nevelt, jó ez az iskola, szóval kifejezetten nagyon jó, mert tudnak figyelni, amikor kell, és amikor lehet, akkor meg felszabadulnak. Hangosan kiabáltak, hogy járd ki lábam, járd ki most, nem parancsol senki most, csújújú, ite a hatea. Muzsika azért is nagyon fontos, mert energiát ad. Szóval a jó muzsika az igazából olyan központokat aktivizál az elmében, amitől sokkal többet bírunk, sokkal több gondolatunk támad. Valójában az történik, hogy a két agyfélteke közötti áramlás az felgyorsul. És ezért az ötletek, azok gyorsan eljutnak oda, ahol az adatok vannak, és így használható gondolatok jönnek létre sokkal nagyobb számban, mint anélkül. Nem véletlen, hogy a nagy tudósok, a nagy hadvezérek, egyáltalán a múltban mindenféle kiemelkedő ember mindig zenével élt.